De ronda. Mondja, Jacques Henri, ez a Jacquard már régóta a családi neve. Igen, miért? Mert őszintén szólva nagyon hasonlít monsieur Jacques Fosra fizikailag, és a nevükön sincs nagy eltérés. Na hát, ez aztán semmi kapcsolatom nincs ezzel az úrral. Hát elég csak ránézni. Semmi közöm ehhez a szerencsétlen fickóhoz. Hol az erszényem? Semmit nem lelek a pakétomban. Dr. Goulart csodát művelt, az elnök úr állapot tökéletesen helyreállt, a legjobb formában van. Mondja Jacquard maga rejteketi a fivérét? De ő nem a fivérem. Jacques Fosz a bolondos. Jó, ha nem haragszanak, későre jár. Há, igaza van. Mehetünk. Köszönöm. Egy szempillantásra még. Köthetünk egy vásárt. Visszaveszem a kastélyt. A jussott te senki. Vedd úgy, hogy megalkottunk. Jacquard, rendezze le a dolgait a barátjával. Kint várjuk a kocsival. Már is megyek. Az én kastélyom nem eladó, uram. Eszembe sincs eladni. Ezek régi Lajos aranyak? 10 pénzes ládám van tele aranyjal. Egy ilyen bakafántos miatt nem fog dugába dőlni a tervem. Kinek néz maga engem? Jogállamban élünk a kurva életbe. Mi az a kurva? Na de Jacquard, ne vigye túlzásba, hogy lehet ilyen közönséges? Felháborító! Én meggyógyítom a maga buláriát egy igencsak jelképes összegért, és maga minősíthetetlenül viselkedik. Kérje rögtön bocsánatot! Mi ez? Álmodom, hogy mit meg nem enged magának egy fogorvos? Megrögzött hazudozó! Ha ilyen büszke vagy a családodra, miért nem viseled a saját nevedet? Mi borzasztó rejtelem nyomja lelkedet? Egy uzsorás? Egy boszorka a családban? Vagy egy gyerekcsalázó? Egyedjen el maga rohadt náci! Ha ez az úr nem képes elfogni, hogy az én nevem Jacquard és nem Jacques Fosz, legjobb, ha beutaltatják valahová! Nem értettem jól. Maga Jacquard fivére? A fivére? Ennek? Öbbi, komolyan beszél?